Innen oda, ezt ennyiért. Onnan ide, azt annyiért. Majd innen oda, ezt és vissza azt. Emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda. Amennyiért. Mindezt logikusan. Hatékonyan. Érted? Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata. Hogy is mondtad, Bandi, nem a videócsatornát mondtál, az olyan frappáns volt a virtuális stúdiónkban? Vagy... Igen. Ó, igen. Ezt még, tudom, ezt... Gábor, ezt a kifejezést használjuk már több mint egy éve. Én még nem hallottam, vagy csak nem tűnt föl. Úgyhogy nekem ez most kezd beivódni. Okay. Szerintem újabb két év alatt lehet, hogy meg is tanulom. Úgyhogy, de nagyon-nagyon igyekszem. Na, tehát akkor a virtuális stúdiónkban üdvözlöm Horváth Zoltánt, a Jung Heinrich Hungária ügyvezető igazgatóját. Jó reggel, szervusz, hallasz-e minket? Jó reggel, szervusztok, remélem ti is hallotok. Igen, igen, igen. Fantasztikus. Kicsit bearangoztuk az elektromos targoncákat már a múlt héten, ehhez képest egy elektromos autó előtt. Nem tudom, honnan találtátok ki az elektromos autó. Hát az ölde rendszáma. Na, talált, elektromos. Hát, és ráadásul ez egy kis teherautó, egy Jung Heinrich szervizautó, ami elektromos. Hát mit csinál egy szervizautó? Egy szervizautó, hát például targoncát karban tart és javít az ügyfeleinknél, és stratégián 2025 plusz a stratégián keretében ugye a fenntarthatóság és a Born Electric, vagy Sustainability és Born Electric, hogy angolul vesszük ezeket a kifejezéseket, deklarálja azt is, hogy szeretnénk az elektromobilitásban a saját eszközeinkkel is elektromosra váltani, és mi ezt elkezdtük Magyarországon, úgyhogy most már elektromos szervizautóval is járunk az ügyfeleinkhez. Van ennek megfelelő felhasználási helye, úgy, ahogy az elektromos targoncának is van megfelelő felhasználási helye. De ez egyébként egy példamutatás, mert még drágább, de erre költünk, mert ez fontos nekünk, vagy ez most már azért költséghatékonysági döntés is? Is, benne van ez a példamutatás is, benne van az, hogy teszünk valamit a környezetért, fenntarthatóság, de egyébként azt kell mondjam, hogyha mindent figyelembe veszel, akkor meg is éri. Tehát mindenképpen a teljes életciklus alatti költség az reális, jobb sokszor, mint a belső égésű motoros változatoké, de meg kell találni azt a helyet, ahol tudod használni. Tehát egy olyan felhasználást érdemes csak választani, ahol ennek a ható távolsága azért biztonsággal elég a napi feladathoz. Nekünk nagyon sok olyan kollégánk van, aki tényleg naponta csak mondjuk 50-60 kilométert autózik, de azt akár 5-6 ügyfél tekintetében teszi meg, akiket meglátogat karbantartási vagy akár hibaelhárítási céllal, és ott ez tökéletesen működik. De ez vidékre is, nagy távokra is? Mert azért hát arra nem. Egy agglomerációban Budapest környékén, vagy esetleg egy nagyobb vidéki városban, ahol a helyben kell feladatokat ellátni, ott tökéletesen megfelel. Uh-huh. Ja, pont ezt akartam mondani, hogy a logisztikában, ugye a magukban a raktárhelyiségben, ipari parkokban már régen megszokott, hogy elektromos hajtásúak ezek a járművek bent. Abszolút. A belső részeken. De hogy a logisztikai ágazatban működőknek, vagy dolgozóknak az talán még egy újabb feladat, hogy azt jól kitalálják, csúnya szóval éve kilogisztikázzák, hogy mondjuk egy ilyen elektromos autóflottát hogy lehet hasznosítani. Abszolút. Hát nyilván a belső anyagmozgatásból nem nagyon lehet venni példát hozzá, mert hogy ugye ott dedikált helyen dolgozol, és dedikált szünetekkel dolgozol általában egy raktárban, vagy egy üzemben, és ott nagyon jól megvalósíthatóak a töltési stratégiák, vagy akár léteznek olyan megoldások is, mondjuk legfőképpen önvezető targoncáknál, hogy egy olyan rendszer van a háttérben, amikor a targoncának éppen nincsen feladata, ugye, amit egy vállalatirányítási rendszer vezérelése adja neki a feladatokat, akkor egy ilyen alkalomszerű töltés, vagy lehetőség szerinti töltés megvalósulhat, és amikor nincs feladat, akkor a töltő készülékre áll. Hát ez azért a közúti közlekedésben elég nehéz megvalósítani, de az intralogisztikában meg lehet valósítani. De egyébként, hú, ez tőlem egy nagyon amatőr kérdés, hogy ugyanazon a töltőn töltődnek a szervizautók, meg a targoncák, és nem, abszolút más a rendszer. Aha. De az alapja az ugyanaz, egy lítium-ion akkumulátorban, mind az elektromos autókban, mind a modern és jövőben mutató targoncákban is lítium-ion akkumulátor van. De a töltés az teljesen más rendszerrel működik.
A Jung Heinrich ugye elég régóta dolgozik ezekkel a, vagy készít ez ilyen litium-ion technológiával működő gépeket, tehát ez már így, azért... Így, jól tudod. Igen. 2011-ben hoztuk ki mi elsőként a világon az első szériagyártású litium-ion akkumulátoros targoncát, tehát azt lehet mondani, hogy bő 10 éve gyártjuk ezeket a termékeket szériában, és egyre nagyobb arányban. És egyébként, amit még érdemes a rólunk tudni, hogy ugye mi cellát természetesen vásároljuk beszállítóktól, de a cellából saját magunk építjük az akkumulátort, saját magunk gyártjuk hozzá az akkumulátor menedzsment rendszert, és a töltőkészüléket is, és ez a géppel együtt egy úgynevezett zárt egységet alkot, és minden elem egymással kapcsolatban van, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon energiahatékony és nagyon biztonságos megoldás. Csak ez hasonló, mint a Teslánál, ugye? Mert hogy, ha úgy veszik, hogy ők is az autóknál magát a cellát talán kívülről veszik, de az egésznek az infrastruktúrája, a rendszer, az meg a saját így fejlesztés. Van. Pontosan így van. Pontosan így van. Ezt akarod volna a kérdésem, hogy ilyen szemmel, tehát hogy már ebben elég jó tapasztalatotok van, meg hát gyártóként azért egy csomó mindenre rálátásotok van. Hát ilyen szemmel milyen vevők vagytok ki egy elektromos furgon kapcsán például? mennyire és mit néztek meg, hogy választotok típust, vagy mi volt a szempont? Hát, nagyon sokféle szempont alapján választunk nyilván típust. Tehát egyrészt nagyon fontos az, hogy ennek a háttérszolgáltatása megfelelő legyen. Tehát hogyha nekünk valami problémánk merül fel, akkor ezt meg tudják oldani. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Nyilván nagyon fontos az a szempont, hogy mennyire tudjuk ezt a járművet úgy használni, én most itt a belső terére és a berendezésére gondolok, mint egy normál belső égésű motoros járművet, tehát mi az a terhelhetőség, amit el lehet vele érni, a belső kialakítását hogy tudjuk megtenni, és nyilván nagyon harmadik nagyon fontos szempont az is, hogy a költségek azok összességében nézve hogyan néznek ki. És hát a választásunk egyébként azért esett erre, ami itt áll mellettem, mert hogy ennek a raktér kialakítása az egy az egyben ugyanolyan, mint a belső égésű verziója, tehát nem kellett változtatnunk semmit a berendezésen, és a terhelhetősége is nagyon-nagyon csekély mértékben kevesebb, tehát picit kevesebb hasznos terhet tud vinni, mint a belső égésű változat, és ezért nem ez tökéletesen jó megoldás. Egy picit még a targoncáknak a cella technológiájáról mesélni, hogy az mennyi, mert ugye óriási fejlődés van ugye a személyautóknál, és miután az említett Tesla uralja a közbeszédet, és rengeteget hallani arról, meg hogy tele van a sajtó most azzal, hogy mindenki átáll ugye az elektromos gyártásra, és ez nem valósulhatott volna meg az irgalmatlan technológiai fejlődés nélkül a cellákat illetően. Ugyanez a targoncáknál is megvan? Tehát ugyanilyen robbanásszerű fejlődés van? Vagy azért az egy hát más hasonló fejlődés van nyilván, mint az autóknál. Azt kell tudni a lítium-ion akkumulátorokról, hogy nagyon sokféle kémiája van a lítium-ion celláknak. Nagyon sokan hallanak például a kobaltról, ami ugye azért annyira nem jó hírrel rendelkezik, mint ásványi anyag, legfőképpen annak a kitermelése okán, illetve környezetszennyező volt a okán. Azt kell tudni, hogy a Jung Heinrich például nem használ olyan lítium-ion akkumulátorokat, aminek kobalt tartalma lenne. Tehát mi a lítium-vasfoszfát nevű kémiát használjuk ezekhez az akkumulátorokhoz vagy cellákhoz, aminek egy viszonylag nagy energiasűrűsége van, de nem a legnagyobb energiasűrűsége van például. És ami nagyon fontos még ennél a kémiánál, hogy ez nem egy tűzveszélyes megoldás. Ugye sokszor lehet hallani, hogy nagyon ég és egyéb, de például ez a lítium-vasfoszfát, az autóipar általában egyébként nem ezt használja. Ez nem ég, igazából ezt el lehet róla mondani, ami ugye közhiedelemben mindig a lítium-akkumulátorról elhangzik, hogy ég. Tehát teljesen külön fejlesztés, akkor teljesen külön út. Hát teljesen külön, vagy nem is külön fejlesztés, hanem egy másik cella, vagy másik kémiáját használjuk a lítium-ion akkumulátor lehetőségeknek. Ez egy irány, amit kiválasztasz, hogy hol van neked az a gyorsan tölthetőség, energiasűrűség, arányod, amit szeretnél használni, hogy áll szemben ez a biztonsággal, és én úgy gondolom, hogy minden gyártónak van egy filozófiája, minden felhasználásnak egyébként vannak sajátosságai, és mi ezt választottuk, mert annyira nagyon gyorsan tölteni az intralogisztikában nem kell, mint mondjuk a közúti közlekedésben, tehát egy picit munkaközi szünetekkel és egy jó stratégiával
picit lassabb töltési idők is elegendőek, de azért itt is el lehet azt mondani, hogy mondjuk egy 24 voltos litium-ion akkumulátornak az 50% kapacitását mondjuk 30 perc alatt fel lehet tölteni, de nyilván autóknál lehet hallani, hogy 20 perc alatt 80%-ot lehet tölteni. Ez egy teljesen más cella kémiát igényel, mint ez a megoldás. És szerintem ez a legfontosabb, hogy megtaláld a megfelelő kompromisszumot, vagy a legjobb megoldást a te felhasználásodra, és azt alkalmazzad. És ezt nyilván képviselni is kell tudni mindenféle szempontból. Világos. Gyártóként. Aha, oké. Okosabbak lettünk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. És akkor szép napot. Köszönöm szépen. Oké. Köszi. Szervusztok. Szervusz. Horváth Zoltánnal a Jung Heinrich Hungária Kft. Ügyvezető igazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. És ismét elillant egy teljes óra. Jönnek a hírek, és előttünk gyorsan elmondjuk, hogy mire számíthattok az utolsó órában. Hát természetesen mesél a múlt rovatunk. De jó lesz. Mégpedig. Horger Antal úr, ugye a híres vers, a tiszta szívvel József Attila vers, onnan ismerjük őt. A Szegedi Egyetem fura ura. A Szegedi Egyetem fura ura. Aki amúgy egy nagyon híres és elismert nyelvész volt, úgyhogy az ő élete lesz majd a téma, ugyanis 75 éve hunyt el tehát Horger Antal, és a műsor végén a Kultmogul rovatban Rockstarok képregényben munkacímmel beszélgetünk majd arról, hogy nálunk is elindul valami olyasmi, mint ami az Amerikában már jó pár éves, sőt évtizede működik, a rock képregény világba enged majd betekintést Dudics Ákos, ex-zenei újságíró, fordító, író, illetve könyvkiadó. Az, hogy melyik zenekarról készül az első, azt nem áruljuk el, de majd bele is hallgatunk ennyit kertcsillán csinálóként az adott zenekarnak a munkásságába. Úgyhogy Szoller Randi és a hírek, utána jövünk vissza. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu műsorunkban